Üdvözlünk mindenkit, ez a Kövesd a Rabbit podcast, Kövesd Lomóval és Szilágyi Szilárddal. A mai adásunknak nincs intrója és nincs zenéje, sem az elején, sem a végén, mert ez egy külön kiadás arról, ami közel egy hete történt Izraelben, és ami azóta is tart. Mit tudunk most, mi történt Gázában? Igen, hát nagyon megrázó az, ami történt szombattal kezdődően. Azt gondolom, hogy ilyesmi Izrael történetében először fordul elő. Olyan képeket láttunk az eseményekről, amelyeket nem tudjuk máshoz hasonlítani, de 80 évvel ezelőtti képekhez, hogy ártatlan emberek, asszonyok, gyerekek, idős emberek álmukból fölébresztve, lekaszabolva, túlszulejtve, kisbabák lefejezve. Ez a holokauszthoz és az ISIS-nek a kegyetlenséghez hasonlítható csak. És ugye ami lélekben a legmegrendítőbb ebben, hogy Izrael állam azzal az ígérettel jött létre 1948-ban, hogy az, ami a holokauszban megtörtént, és ami végigkísérte a zsidó történelem 2000 évét a diaszpórában, az soha többé nem fog előfordulni. A zsidó állam megvédi a polgárait, és megvéd minden zsidót. Az, hogy Gázából egy tulajdonképpen szerintem most már mindenki számára egyértelmű sátánista szekta tagjai szabadon áttörték a kerítést, és körülbelül 1000 terroristáról beszélünk, aki bejött Izraelbe, betört a kibucokba, városokba, és ezt úgy képzeljük el, hogy házról házra mentek, és mészárolták le az embereket a pizsamájukban, rájuk gyújtották a házakat, nőket, a holttestekből kiderült a nőket, megbecsteintettek a haláluk után. Tehát nincs olyan erkölcsi kód, vagy olyan, ami ne lett volna fölégetve, és mindezt élő adásban. Ez olyan megrendítő, és olyan lelki sok, én azt gondolom, hogy mindenkit Izraelnek, a zsidó népnek, és az egész világnak, ami egy fordulópont, én azt gondolom. És erre jön most az izraeliek válasza, hogy ennek mi lesz a kimenetel, arról is biztos most fogunk beszélni, de itt nem egy olyan újabb, ahogy ezt a PC média szokta keretezni, újabb erőszakhullámról van szó, mint eddig oly sokszor. Itt valamilyen game changer, itt valami az a helyzetet alapjaiban megváltoztató üggyel van dolgunk. És talán ezért is érdemes más fogalmakat használni. Amikor a PC médiában harcosokról beszélnek, a palesztin harcosokról és háborúról beszélnek, akkor ez egy erős eufémizmusa annak, hogy ezek halálosztagok voltak, és harcosnak nagyon nehezen nevezhető az, aki mondjuk gyerekeket és nőket öl, fegyvertelen gyerekeket és fegyvertelen nőket. Azt gondolom, hogy sok esetben még a terrorista szó is valamilyen módon pozitív ehhez a viselkedéshez képest. Valóban megváltozik a világunk, azt gondolom ezután, hiszen ismét egy nacionalista cselekményt látunk, amelyiknek nem az a célja, hogy felszabadítsa a palesztin népet, hanem az, hogy elpusztítsa a zsidókat. Itt tényleg nem lehet máshoz hasonlítani ezt, mint mondjuk az SS osztagjaihoz, és ha valaki az SS osztagokat katonának vagy harcosoknak nevezi, akkor valahol akaratlanul is bűnrészessé válik. És valahol az egyik barátom mondta egy-két napja, hogy ez még bizonyos szempontból súlyosabb, ha lehet ilyet mondani. Nyilván a léptékét tekintve, ugye a náci Németország
52 millió ember halálát okozta, és 6 millió zsidó halálát okozta, tehát itt nem ilyen, hál' Istennek, nem ilyen léptékről beszélünk. De a kivitelezés módját, azt tudjuk a beszámolókból, hogy a náci kivégző osztagoknak, halálosztagoknak milyen pszichikai problémát okozott sok esetben ártatlan embereket legyilkolni, és vannak olyan beszámolók, hogy hogy hányták el magukat, vagy hogyan kellett valamilyen tudatmódosító szert bevenniük, hogy ezt a nemes, de nehezen, számukra nemesnek, de mégis nehéznek tartott feladatot elvégezzék. Arról is vannak beszámolók, hogy a náci Németország, amikor a úgynevezett végső megoldást legjobb módját kereste, akkor ez egy szempont volt, hogy az ebbe bevont nácik, végrehajtók, azoknak ez minél kevesebb lelki kérdéssel, vagy esetleg erkölcsi lelkiismereti kérdéssel kelljen megküzdeniük, és ezt ebből a szempontból tűnt a legsterilebbnek, és borzasztó még ezt a szót is használni, a gázkamrák és a tömeges kivégzés ilyen formája. Ezeknél a halálbrigádoknál, meg a felvételekből úgy látszik, hogy minden pillanatát élvezik annak, amikor ártatlan gyerekeket kínoznak, a hajuknál fogva ráncigálják a nőket, és a szülőket, a saját gyerekeik, 4-5 éves gyerekeik szem előtt kaszabolják le. És ez itt nem egy nacionalista cselekedetről van szó, nem a palesztinok ügyének ről van szó, itt egy tényleg nincs rá más kifejezés, mint egy szélsőséges szektáról, amelyik a halált, a dzsihádot, és abban a halált szentesíti, a saját halálodat és mások meggyilkolását, és az élet szentelésétől, az idősek tiszteletétől, az emberi méltóság tiszteletétől, mindentől, ami a legalapvetőbb emberi és együttérési normákat megalapozza, attól eltér, és azokat felrúgja. És hozzáteszem, hogy ez valószínűleg, azt tudjuk, hogy ez a saját a Hamasz kormányzása alatt álló saját népükkel is így van. Ugye hasonlóan a náci Németországhoz, ahol egyszerre történt egy eszméletlen agymosás és egy terror, amivel félelemben lehetett tartani az embereket. Tehát igen, itt ez most mindenki számára egyértelmű lehet, hogy nem a palesztinok ügyéről van szó, hanem egy vallási fundamentalizmussal átitatott szektás őrületről, aminek a kinyilvánított és egyértelmű és saját maguk által megvallott célja a vallási, úgynevezett vallási vezetőiknek által kinyilvánított, leírt, lenyilatkozott célja minden zsidó ember elpusztítása, nem csak az izraelieké, minden zsidó emberé, és különben minden, idézem, keresztény árulói is. És hogyha megnézzük az ISIS-nek a működését, akkor ez még tovább megy, mert utána ez tovább megy a muzulmánokon belül azokra is, akik nem úgy muzulmánok, ahogy ők gondolják, vagy azokra, akik szerintük nem úgy tartják az iszlám törvényeit, ahogy ők azt jónak látják. Tehát itt tényleg valami velejétől gonosz dologról beszélünk. És ugyanakkor viszont van egy hosszú évtizedek óta tolt megtévesztő propaganda, amelyik úgy próbálja beállítani a Hamaszt, és folyamatosan legitimizálni a Hamaszt, minthogyha itt valamilyen legitim ügyet szolgálnának. Ugye azt ne felejtsük el, hogy Gázáról beszélünk. És akkor csak egy nagyon rövid történelmi áttekintés. Gázát Izrael először a 1967-es hatnapos háborúban foglalt el, együtt a teljes sínai félszigettel. Ugye ez a hatnapos háború
az összes környező arab ország elleni háború volt, amiben Izrael egy csodálatos módon 6 nap alatt egy 100-szoros túlerőt legyőzött. 6 évvel később volt, pontosan 50 évvel ezelőtt a Jom-Kipuri háború, amikor ugyanezek az arab országok ismét megtámadták Izraelt, és Izrael hatalmas veszteségek árán, de képes volt megtartani magát, és képes volt a sínai félszigetet is megtartani. Zárójel, ezek a hatalmas veszteségek, a Jom-Kipuri háború teljes veszteséglistája 2000 fő volt. Most ezen az egy napon több mint 1000 embert, civilt gyilkoltak meg. A Jom-Kipuri háború áldozatainak nagy része katona volt. Ugye Izrael ezek után Egyiptommal béke megállapodást kötött, és a béke megállapodás részeként a teljes sínai félszigetet visszaadta Egyiptomnak, úgy, hogy azon a félszigeten az alatt a pár év alatt már zsidó telepek, falvak jöttek létre, és azokat kiürítette. A béke megállapodás része lett volna a gázai övezet visszaadása is, de az egyiptomiak azt mondták, köszönjük, azt nem kérjük, azt tartsátok meg. Ugye Gázának borzasztó történelme van hosszú-hosszú évekre visszamenőleg, és az egyiptomiak úgy tekintenek Gázára, mint egy olyan a fundamentalizmus és az iszlám testvériség mozgalmának és a bűnözésnek olyan forrásvidékén, amiben nem akartak foglalkozni. És itt Izrael elkövette azt a hibát, hogy azt a területet nem vette bele, nem ragaszkodott hozzá, hogy rész legyen a visszaadásnak. Majd Izrael viszonylagos békét tartott ott fenn, és katonailag a gázai övezetben volt, és végül egy nagyon hosszú vitát követően 2005-ben egyoldalúan kivonult Gázából. Minden lehetősége megvolt az ott élő palesztinoknak arra, hogy egy önrendelkezésükkel élve egy normális életet éljenek. Meg volt adva a munkalehetőség Izraelben, befektetések, és így tovább, és így tovább. Izrael csak annyihoz ragaszkodott, Gázának, s hála Isten, ragaszkodott, ne legyen saját repülőtere, és volt még egy pár olyan dolog, amit, hát ez is őrültség volt, de az aztán tényleg őrültség lett volna. És kiderült, hogy mennyire igazuk volt, mert 2 éven belül a Hamász gyakorlatilag egy teljes puccsal átvette a területek fölötti ellenőrzést, a saját politikai ellenfeleiket ugyanígy lefejezve, a tetőről ledobálva kivégezték, és azóta egy terrorállam működik ott. Egy olyan terrorállam, ami teljesen félreérti az izraelieknek a béke iránti igyekezetét, és úgy értelmező, hogy itt gyengeségről van szó. Amikor Izrael egyetlen elrabolt katonáért 1000 terroristát szolgáltatott vissza, itt ugye Gilad Shalitról van szó, köztük azt a szuperterror, vagy arhaterroristát, Yihyé Sinwart, aki 20 évet volt izraeli börtönben, és az izraeli orvosok mentették meg az agydaganattól, és most ő az, aki felügyeli ezt az egész műveletet. Hát ezt végig gondolni is beleborzong az ember. Én emlékszem 2005-ben én is nagyon elleneztem. Azt gondoltam, hogy ez egy végzetes hiba kivonulni Gázából, és azt gondoltam, nem egyedül, hanem sok millió izraelivel együtt, hogy ez fog történni, ami most történik. És sajnos ez bekövetkezett. De ilyen borzasztó képekre, és ilyen következményekre, ilyen szélséges következményekre azt hiszem, hogy nagyon kevesen gondoltak, hogy valóban megtörténhet. 17 éve irányítja a Hamász Gázát. Minden lehetőségük megvolt arra, hogy normalizálják ezt a helyzetet. Ezzel szemben a munkanélküliség 50%-os, ahogy te is említetted, terrorban tartják az embereket, kivégzik, látványosan végzik ki azokat, akik nem értenek egyet velük, és láthatóan elaltatták a közvéleményt, legalábbis az izraeli vezetést, mert azt a képet festették magukról, hogy ők megelégszenek azokkal a
hát innen nézve most már azt lehet mondani, hogy apróbb támadásokkal, amit Izrael ellen folytattak. Hát ami egy pár tucat rakéta mondjuk havonta, vagy az izraeli termőföldek felégetése, és így tovább, igen. Igen, és hát valóban, ahogy mondod, ugye egy teljes terrorban tartják a saját lakosságukat, tehát azt nem tudhatjuk pontosan, hogy a civil lakosság, az úgynevezett civil lakosság hány százaléka ért egyet a Hamasz cselekedeteivel. Azt fontos hozzátenni, hogy civil lakosság, mint olyan maga a fogalom is csak kis részben létezik. Ugye a vásárló erejével rendelkező lakosság túlnyomó többsége Hamasz alkalmazott és effektív terrorista. A lakosság egy másik része, aki vásárlóerővel rendelkezik, az a békésebb időszakokban Izraelbe jár át dolgozni, és egy nagyon nagy része a lakosságnak pedig katari és EU-s pénzből, támogatásból él. Ugye, amikor ilyen magas szintű a munkanélküliség, akkor még egy dolog van, hogy a kilátástalanság révén a radikalizálása a lakosságnak az még könnyebb. És itt tényleg az ember szíve megszakad, amikor arra gondol, hogy mennyire rossz lehet egy ilyen területre megszületni. Senki nem tehet arról, hogy ide születik. És mi lesz most, kérdezik tőlem azok a közösségi tagjaim, akik azt látják, hogy teljesen belekényszerítve ebbe a helyzetbe, de Izrael gyakorlatilag egyes városrészeket szőnyegbombáz, és a földet tesz egyenlővé. Mi lesz a civil lakossággal? És ez tényleg egy hatalmas erkölcsi dilemma. De hát az ember ilyenkor arra gondol, hogy a szövetségesek is mindent megpróbáltak megtenni 80-90 éve ezelőtt, hogy ne kelljen egy teljes konfrontációra, ne kerüljön sor a náci Németországgal, és csak adták az engedményeket, és próbálták a saját fejükkel megérteni a náci Németországot. De amikor kiderült, hogy itt a világ az életért küzd, akkor senkinek nem volt erkölcsi kérdés, hogy szőnyegbombázzák a német városokat. Akkor is, hogyha ez borzasztó sok civil áldozattal jár. Sajnos nincs más lehetőség. Izrael eddig mindig a legdurvábban volt támadva a civil lakossággal szembeni vagy a civil lakosság áldozatai miatt. Tehát ha megnézzük, hogy mondjuk Afganisztánban vagy Irakban az amerikai hadsereg meg se tudnánk számolni, nincs is ilyen feljegyzés, hogy hány civil halt meg ezekben a konfliktusokban. Az izraeliek kell szemben valahogy mégis, és aztán a környező közel-keleti országról is beszéltünk, tehát hogy nem tudom, hogy bárki számon tartja, hogy az Assad család hány százezer civilt mészárolt le Szíriában, Mubarak, al-Sisi, Egyiptomban, és még folytathatnám a sort. Izrael mindent megtesz minden konfliktusban, hogy civileket a lehető legkevésbé bántson. Tehát, hogyha mondjuk egy terroristának a családja abban a házban van, ahol az a terrorista, akkor nem úgy tervezik meg a kilövését normál helyzetben, hogy azoknak kára essen. Amikor lebombáznak egy házat, akkor van egy úgynevezett kopogtató bomba, amivel jelzik, hogy hamarosan itt bomba lesz. Valamikor fölhívják a lakosságot, hogy itt most bombázni fogunk. De mindent megtesz, és valamilyen oknál fogva, én azt gondolom, hogy ez ennek a mélyen antiszemitizmus van, de valamilyen oknál fogva az ENSZ emberjogi bizottság és a különböző emberjogi szervezetek mindenki másnál magasabb úgynevezett emberjogi mércékhez akarja Izraelt kényszeríteni. De én azt gondolom, hogy ez másodlagos és harmadlagos kérdés. Az Izrael most az életéért harcol.
ha Izrael nem fogja kiiktatni a Hamászt, ha nem fogja újra elfoglalni Gázát, ha nem fogja a lakossággal is megértetni, hogy az a terrorállam és az az ideológia, amire ők felesküdtek, az a végzet, akkor Izrael megszűnik létezni. Nem kevesebbről van szó. Hogyha megtehetik azt, hogy egy szombat reggel 1000 terrorista így betör Izraelre, és ilyen szimbolikus győzelmet arat, és ilyen módon alázza meg a zsidó népet, akkor ez felhívás keringőre. Ez azt jelenti, hogy a következő alkalommal nem 1000, hanem 10000 ilyen terrorista lesz. És ez azt is jelenti, hogy nem csak itt Izraelben, hanem a világ minden pontján, és erről is beszélünk szerintem egy pár szót, ahol ilyen ideológiát követő emberek élnek, azok ugyanezzel az eszközökkel fognak eljárni az ottani civil lakossággal szemben. Legyen szó Párizsról, Brüsszelről, Berlinről, Londonról, New Yorkról, ahol ilyen emberek laknak, azok ezt fogják csinálni, és láttuk is már, hogy csinálják. Nem kell visszamenni a történelemben 100 évet, elég csak 5-6 évet visszamenni, ahogy senkiben nem merült föl egy pillanatig sem, hogy látva azt, hogy az ISIS hogyan kaszabolja le az ártatlan diszkozókat halomra Párizsban, hogyan gyilkol meg egy teljes újság szerkesztőségét, vagy egy kóser ABC-nek a vásárlóit. Senkiben nem merült föl az ISIS által uralom alatt tartott részben Irak, részben Szíria terület elpusztításával hány civil fog meghalni, mert egyszerűen sajnos ez a történelmi kötelesség ebben az esetben, nincs más út. Amit te is említettél, hogy ez nem egy egyszerű háború. És itt a válaszlépés, mert nagyon sokan azt mondják most, ugye, hogy a válaszlépésnek arányosnak kell lennie. És azt gondolom, hogy ez még egy háborúban sem igaz. Hogyha egy háborúban arányos válaszlépések vannak, akkor ugyanott leszünk, ahol a háború elindult. Nem lesz módosulás abban, hogy ki fog győzni. Igen. Ez viszont nem háború. Amit te is mondtál, én pont ezt a példát szoktam mondani, amikor Párizsban ugyanúgy ártatlan diszkózókat lőttek le, és itt is ugyanaz történt, fegyvertelen embereket kaszaboltak le, hidegvérrel lőttek le embereket, akik a földön feküdtek. Ez, ha Európában történik, akkor teljesen egyértelműen terrorizmus. Valamiért most sokan azt gondolják, hogy mivel ez Izraelben történt, ez háború. Ez nem háború, ez ugyanolyan terrorizmus. Ugye az arányos lépéseknek, vagy az arányos válaszadásnak a politikája, vagy az elve az akkor áll fenn, hogyha egy konfliktusnak nem az eldöntése, hanem a keretben egyengetése a koncepció. De hát azt szerintem senki nem kívánhatja, hogy ezt látva, ami most történik, hogy Izrael ezt a konfliktust keretbe rendezve fenntartogassa. Izrael ezzel próbálkozott 17 éven keresztül, és pont különben az utóbbi 1-2 évben az összes ügynevezett szakértő azt mondta, hogy hát úgy tűnik, hogy a Hamasz az kezd konszolidálódni, hát valószínűleg megelégszenek azzal, ahogy te is mondtad, hogy akkor Gázában. Jó, hát kilőnek néha rakétákat, de adunk nekik még több munkalehetőséget, még több engedélyt arra, hogy még több palesztin munkás jöjjön be Izraelbe, és így tovább, akkor a dolgok konszolidálódni fognak. És ez teljesen megbukott. Tehát amíg ezt gondoljuk, addig lehet arra beszélni, hogy tartsuk fönn a statuszkót, és valahogy azt kezeljük. De ez megbukott, és itt nincs visszaút. És hagyjuk azt, hogy Katar dollármilliárdokat öntsön Gázába, ahogy Németország euró 100 milliókat döntsön Gázába. Ezek mind azt próbálták meg elérni, hogy valamilyen módon konszolidálja ezt a helyzetet. Azonban nem konszolidált ezt a helyzetet, hanem radikalizálta. És föl,
fegyverezte a Hamaszt, amelyiknek, azért, hogy legyen egy fogalmuk, Gázának két határa van, Egyiptom felől, ahol Egyiptom egyébként bármiban azt az egyetlen határát kellett lezárja, és Izrael felől, ahol meg egy óriási kerítés van, amelyik a föld alá is lenyúlik, egy betonkerítés, és a tengerpartja. Tehát bármi, ami oda bejut, az pontosan azért jut be, mert oda akar jutni. Ebbe beleértendőek a fegyverek is. Tehát gondoljunk be, hogy több ezer rakétát összerakni, azt a saját infrastruktúrájukkal, saját készleteikkel lehetetlen volt megoldani. Ugye itt van több ezer alagút, csempészalagút mind az egyiptomi határ felé, mind az izraeli határ felé. De leginkább az egyiptomi határ felé most már, ugye egy pár évvel ezelőtt ezeket az alagutakat felszámolták az izraelek, bár még mindig úgy tűnik, hogy vannak ilyenek, és részben arról van most szó, hogy ezek a terroristák részben ilyen alagutakon jöttek át. Ugye például az, hogy Izraelen keresztül ugye építőanyagot bejuttatni, az mindig egy vita Izraelben, egy-egy ilyen forduló után, amikor újjáépítik a lerombolt Izrael által lebombázott épületeket, mert építőanyagot azt rakétakészítésre is lehet használni. Tehát ezeknek a rakétáknak egy nagy része már nagyon komolyan fejlettségű, de viszonylag egyszerű anyagokból összeállított rakétakészítésre van. Ugye egyértelmű, hogy Irán áll a különböző felfedezés és az egész koncepció mögött is. Irán számára vállalhatatlan lett volna, hogyha vagy végzetes lett volna, hogyha a szaudi végzetes lesz, amikor a szaudi-izraeli béke létrejön, és ezt akarják szerintem elodázni. Igen, tehát ez egy az, valahol egy abszurd helyzet, hogy a gázai áram, víz, ellátás az Izraelből van. Izraelen keresztül juttattak a katariak pénzt Gázába, és mindez mire lett felhasználva? Arra, hogy utána izraeliek ezrei legyenek halomra gyilkolva. És itt még egy dolgot szerintem fontos megemlíteni, az az, hogy sajnos az agymosás része a dolognak, az nem csak a Hamasznál áll fenn. Tehát pontosan tudjuk, mert részt vettünk abban a csapatban, amelyik felmérte a palesztin hatóság, tehát tulajdonképpen a Hamasznak valahol a vetélytársai, de alapvetően hivatalosan nem vallási alapokon álló szervezet. És ugye a hivatalos ugye a területeken, az úgynevezett ciszordánai területeken a palesztin hatóság szerepét betöltő mondjuk oktatási minisztériumnak a tankönyveiben a zsidók démonizálva vannak jellemezve, mindezt olyan pénzből, amit az Európai Unió juttat, tehát effektív, sötét, antiszemita lózungok vannak ezekben a tankönyvekben, és mindezt az Európai Unió a magyar adófizetők pénzéből is finanszírozza. Ugye többször utottunk neki, hogy éppen az a Palesztináért, tehát hogy a határok, vagy a határokon kívüli területekért felelős éppen most ebben az időszakban magyar Bárhelyi Oliver EU-s biztosnál, hogy legyen leállítva ez a finanszírozás, és ő ezt többször megpróbálta, de a bizottság ezt leállította. Tehát azt kell látni, hogy itt tényleg az abszurd helyzet van, hogy az EU és EU-s polgárok olyan ideológiákat és olyan agymosást finanszíroznak, ami először Izraelt, és utána pedig érdemes és fontos erről is beszélni, az európai emberek békéjét fogja ugyanezekkel az eszközökkel, és már csinálja is el lehetetleníteni. Mert hiszen ez egy vallásháború. Ez annak a háborúja, vagy annak a terrorja, amelyik azt mondja, hogy vannak az igaz hitűek, akik alapvetően ők, és senki más, hogy ez egy szunnita szervezet, és mindenki más, aki nem igaz hitű, az
nem tekintendő, annak az élete az nem értékes. Milyen hatással lesz, vagy lehet ez Európára, hiszen ennek a gondolkodásnak, ennek az ideológiának a fertőzése az folyamatos. Igen. A döbbenet volt látni, hogy például New Yorkban milyen tüntetések voltak. Palesztin szervezetek részéről. Vagy hát ilyen pró-Hamasz tüntetések, igen, ahol nyíltan például Rokkereszttel mint jelkép vonultak föl a tüntetők, és amikor a riporter megkérdezi tőle, hogy mit szól ártatlan emberek halálához, akkor azt mondja, hogy ez a legtermészetesebb dolog. És ugyanilyen tüntetők ezrei skandálják, hogy halál a zsidókra London utcáin. Hála Istennek, hogy Magyarországon ez nincs. Ez egy hatalmas nagy dolog, hogy Magyarországon egyelőre teljesen belátható mennyiség olyan ember van, aki vevő erre az ideológiára. De hát Európában ennek szerintem visszafordíthatatlan hatása. És az a döbbenet, hogy ezt az európai döntéshozók egy nagy része nem érti, vagy nem akarja érteni, homokba dugja a fejét. Itt nem csak arról van szó, hogy a zsidók, persze, elsőként a zsidók élete lehetetlenül el ezekben az országokban. Majd most fogjuk látni, amikor a visszaható hatás megjön, hogy milyen módon lehetetlen zsidóként élni Párizsban, Berlinben, lassan New Yorkban, Londonban. Ki gondolta volna, hogy akár 20-30 évvel ezelőtt, hogy ide fogunk jutni. De a következő lépés az nem áll meg a zsidóknál. És sajnos azt látom, hogy például az Egyesült Államokban, ahol egy ilyen, innen Európából néz egy teljesen más, és egy ilyen politikai katyvasz az, ami a baloldal szélső szárnyán kialakul. Ugye az Antifa és a BLM, Black Lives Matter mozgalom, amelyik egy ilyen, teljesen egy ilyen Európából nézve teljesen abszurd etnikai vonalon húzza meg a politikai hovatartozás kérdését. És épp tegnap láttam egy ilyen pró-Hamasz, valójában pró-Hamasz, de pró-Palesztinnak álcázott ilyen nagy rallyt, egy ilyen összejövetelt, több ezer emberrel, vagy tízezer emberrel, ahol a egyik fő megszólaló az a BLM-nek a képviselője volt, aki azt mondta, hogy hát a BLM az egyértelműen egyetért ezekkel a dolgokkal, és hát persze borzasztó dolog, mondja ő, az ártatlanok halála, de hát itt ártatlanok halnak meg már ki tudja hány évtizede, és hát erre nincs más válasz. És azt mondja, hogy a teljes abszurd marhaságokat, hogy hát igen, hát a BLM-nek a tüntetésein palesztin zászlók vannak, a white supremacy, a fehér felsőbbrendűek tüntetése, ami nem tudom mi, tehát nem tudom, milyen fehér felsőbbrendű tüntetés van Amerikában, ott pedig izraeli zászlók vannak, hát aminél abszurdabb dolgot el nem tudok képzelni, tehát hogy fehér felsőbbrendűek nem szoktak izraeli zászlót sehol vinni, csak emlékeztetnék mindenkit, például a pittsburghi zsinagógai merénylő, az egy white supremacy, az egy skinhead volt, egy fehér felsőbbrendű. És a BLM hivatalos oldalán egy olyan grafika jelenik meg, amin van egy ejtőernyős, harcos, idézőjelben, egy palesztin zászlóval, és oda van írva, egyértelmű, ki mellett állunk. Ki ez az ejtőernyős? Ki nem tudná, azoknak a kegyetlen, tényleg állati bestiáknak, gyilkosoknak, akik bementek Izraelbe, egy nagy része ilyen motoros ejtőernyővel ment be. Leszállt Izraelben a Nova Fesztivál mellett, és halomra lőtt izraeli és külföldi fiatalokat. És emellett áll a BLM. És ez azért borzasztó veszélyes, mert a BLM
felhajtó ereje, mondjuk az Egyesült Államokban, az a fekete lakosságnak egy komoly hányadát megérinti, és hogyha ezekben ez a fajta ideológia meggyökerezik, akkor az tényleg feldolgozhatatlan. Amit különben látunk, tehát ugye például pont New Yorkban ugye volt nem egy halállal végződő antiszemita támadás, amelyeknek az elkövető olyan feketék, akik ettől az ideológiától voltak fűtve. Ugye 2 vagy 3 éve ezelőtt volt, hogy egy rabinak a lakásába bement egy baltás gyilkos, és ott mindenkit lekaszabolt. Sajnos itt a kérdésedre azt látom, hogy itt az ideológia terjed, és nincs erre egy egyértelmű ellenválasz. Amikor a demokrata párt képviselői közül 4-5 az egy nappal azután, hogy civilek százait megöli a Hamasz, egy pro-palesztin kiállást szervez, az elkeserítő. Az egyetlen dolog, ami ebben reménykeltő, az a Biden elnöknek a tegnap előtti beszéde, amiben én nem is emlékszem, hogy Amerika elnök valaha így az én életemben beszélt volna, és egyértelmű kiállást tett volna Izrael mellett. Tehát komoly, komoly dolgokról van szó, én azt gondolom, és az, amit a világ azt gondolt, hogy az a COVID és a orosz-ukrán háború elvonta a figyelmet az iszlám szélsőségesektől, és hogy ez most már le van tudva. Nem, úgy tűnik, hogy nincs letudva, és nem csak, hogy nincs letudva, hanem Irán folyamatosan fűti ezt az ideológiát, ideológiával és pénzzel is. Sokan vannak, akik valamilyen módon közvetetten, természetesen, de érintettek ezekben a mészárlásokban Magyarországon. Barátaik, ismerőseik, rokonaik haltak meg. Szenvednek a fájdalomtól, és szenvednek a tehetetlenségtől. Mit tudunk mi innen tenni? Van egy szép történet, hogy egyszer a Jom Kipuri háború idején a Meir Lau, aki később Izrael főrabbija lett, akkor Tel Aviv főrabbi volt, elment a Lubavitchi rebéhez, és azt mondta, hogy mit kell válaszolni azoknak, akik azt mondják, hogy mi lesz. Rebbe azt mondta, nem az a kérdés, hogy mi lesz, hanem azt kell nekik mondani, nem az a kérdés, hogy mi lesz, hanem az a kérdés, hogy mit kell tenni. Uh-huh. A zsidó nép egy sokat látott nép, és mint zsidó, én mondom, hogy büszkék kell, hogy legyünk arra, akik vagyunk. Büszkék legyünk arra, hogyha zsidók vagyunk, hogy zsidók vagyunk. Zsidónak lenni az nem egy sorsközösség, hanem egy értékek közössége. A zsidóság azért maradt fönn 3000 éven keresztül, mert a zsidóság több, mint zsidóság, az egy etosz, ami szimbolizálja azokat a Biblia által a világra adott értékeket, amelyek ma minden civilizált ember számára fontosak, legyen szó az elesettek védelméről, az árvák és özvegyek megsegítéséről, az idősek tiszteletéről, az élet tiszteletéről, a munka és a munka általi teljesítmény megbecsüléséről, a lopás, a rablás, a gyilkosság elítéléséről. Ezek olyan értekek, amelyekkel szemben időről időre fölemeli a fejét a teljes káosz és a pogány elvetemültség. És ezekért az értékekért érdemes 3000 éven keresztül fönnmaradni, és érdemes annak a népnek a tagjává lenni, aki a saját létével hívja föl a figyelmet, mint egy előre tolt törzs ezzel szemben. És büszkének kell lennünk, független akkor is, hogyha ha nem zsidóként valljuk ezeket az értékeket, mert ezek azok az értékek, amelyektől a világ civilizációjáról egyáltalán beszélhetünk. Ezek azok az értékek, amelyek az emberiséget nagyon nagy részben eljutották ahhoz a fejlettséghez, ahhoz a jóléthez, amelyben élünk. És ezeknek az értékeknek az egyértelmű
és nem relativizáló képviselete az Izrael melletti egyértelmű kiállás, amire azt gondolom, hogy most Magyarország példamutatóan cselekedett. Tehát az, hogy Magyarországon 3 nappal a szombati események után egy este 2 Izrael párti összejövetel szabadtéri tüntetés is volt, ahol több 10 000 ember jött össze összesen. Az, hogy a magyar kormány az egyértelműen kiállt Izrael mellett. Az, hogy a főpolgármester azonnal kékfehérbe festette meg a Láncidat. Az, hogy politikai hovatartozástól függetlenül Izrael mellett áll Magyarország, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, és ezt meg kell becsülni. És észre kell vennünk azt, hogy az élet és az élet adta áldások nekünk zsidóknak, például maga Izrael állam léte, az önmagában egy csoda, ne vegyük ezt magától értetődőnek, becsüljük meg, és értsük meg, hogy ez a csoda, ez csak akkor marad, hogyha ezt megvédjük, és hogyha kiállunk mellette.